Na, mit mondtam, Josué? Fantasztikus, nem? Micsoda hely! Gyere, el ne foglalják a helyünket. Halló, két külön ágyat foglaltattunk. Gyere gyorsan. Szabad, szabad, utat, utat. Melyik az? Aha, itt van, ez az. Ez lesz a mi helyünk, látod? Megvan. Na végre, itt fogunk aludni. Összehúzzuk magunkat. Oh, Josué. Papa, csúnya és büdös van. Inkább a mamához akarok menni. Elmegyünk hozzá, jó? Éhes vagyok. Mindjárt eszünk. Ezek itt nagyon rosszak, kiabáltak. Hát persze, ha valaki meg akarja nyerni a tankot, annak nagyon keménynek kell lennie. Mikor láthatom a mamát? Ha vége a játéknak. És mikor lesz vége? Hát, amikor összegyűjtjük az 1000 pontot. Aki 1000 pontot összegyűjt, az nyer egy igazi tankot. Hm? Nem hiszem el. Mikor kapjuk az uzsonnát? Az uzsonnát? Az uzsonnát. Kérdezzük meg itt. Mindenki a barátunk, látod? Ő például, na, hogy is hívják? Bartolomeo. Bartolomeo, hát kérdezzek valamit, bocsáss meg. Járt már itt az az illető, aki a kenyeret és a finom lekvárt osztja? Azt a kutyafáját, csak egy pár percem múlott. Ezt legésdük, de még visszajön, ugye? A második turnussal még kaphatunk, ugye? Persze, visszajön. Achtung! Ruhe! Gibt es hier einen Italiener, der Deutsch spricht? Mit mondott? Azt kérdezte, tud-e valaki németül? El akarja mondani a tábori szabályokat. Te tudsz németül? Nem. Alles Herren, ich sage das nur einmal! Kezdődik a játék! Aki bújt, bújt, aki nem, nem! Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden. Akinek sikerül 1000 pontot összegyűjteni, az egy igazi tankot nyer. Um zu arbeiten. A mázlista. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rückenstand. Minden nap bemondjuk, hogy ki vezet. Ott azon a hangos beszélőn. A sereghajtóra egy cédulát ragasztunk szamár felirattal ide a hátára. Ihr habt die Ehre für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen? Und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Mi a rosszak csapatához tartozunk, akik mindig ordítanak. Aki beijed, pontot veszít. Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? Pontot veszíteni 3 esetben lehet. Pontot veszít 1. Aki elsírja magát, 2. Aki a mamáját akarja látni, 3, aki éhes és uzsonnát kér. Ezt tessék elfelejteni! Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. Az éhenkórászok könnyen pontot veszthetnek. Én például tegnap 40 pontot veszítettem, mert minden áron lekváros kenyeret akartam enni. Gehorsamkeit ist alles! Barasz lekvárosat! Und noch etwas! Ő meg epreset! Bei diesem Pfiff! Alles raus auf den Hof, aber schnell! Aki a nyalókát szereti, mondjon le róla, azt mind mi esszük meg! Antreten in zweier Reihe! Én tegnap 20-at vágtam be! Schweigt! Fáj is a hasam! Jeden Morgen! De azért jól esett! Ist ein Pill! Finom volt! So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Bocsánat, de mennem kell, ma bujócskát játszunk, és ha nem sietek, lejpi a pacsolnak. Elnézést, de... Ne kérdezzetek semmit, majd Bartolomeo mindent elmond, ő mindent tud. Utána mondd el nekem is, jó?